estét kívánok, szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, Nagykunsági Krónika című közéleti magazin műsorunkat látják. Kérem, tekintsék meg műsorajánlónkat. Köszöntöm nézőinket, Dobos László polgármester úrral beszélgetünk a polgármesteri hírpercekben, hiszen elég régen ültünk már lebeszélgetni, és nagyon sok minden történt az elmúlt időszakban városunkban. Sok szeretettel köszöntöm Önt is, és a kedves televízió nézőket. Kezdjük először a postai kereszteződéssel, hiszen azt gondolom, hogy nagyon sok mindenkit foglalkoztat ez most. Az önkormányzat régóta szerette volna már biztonságosabbá tenni ezt a kereszteződést, voltak különböző próbálkozások, végül a lámpás kereszteződéshez eljutottunk. Hogyan értékeli polgármester úr, beváltotta hozzáfűzött reményeket? Hát én úgy gondolom, hogy igen. Mindenkinek újdonság még ez a postai kereszteződés. Én úgy látom, úgy érzem, hogy az emberek értékelik, hogy valóban biztonságosabb lett itt a áthaladási lehetőség, és úgy élvezik is, hogy van egy ilyen berendezés Karcagon, a biztonságérzeten túl még egyelőre egy olyan látványosságnak is tekintik ezeket a lámpákat. És ami a legnagyobb öröm számomra az, hogy az emberek türelmesen várakoznak. Nem nagyon tapasztaltam még olyat, hogy türelmetlenség okán valaki átment volna a piroson, vagy beleszaladt volna egy sárgába. Tehát tudomásul vették, és örülnek az emberek annak, hogy itt egy ilyen villanyrendőr került felszerelésre. Régi vágyunk volt már ez, hiszen sok-sok évvel ezelőtt már terve volt véve, hogy a közút segítségével megépítetjük ezt a biztonságos átkelési lehetőséget. Ez nem is a mi beruházásunk volt, hanem ez a közútkezelőnek a beruházása. Mi több éven keresztül bizonyos pénzösszeget is elkülönítettünk erre, hogy ezzel is segítsük, illetve felgyorsítsuk ennek a villanyrendőrnek a kialakítását. Szerencsére túl vagyunk rajta, elkészült, és így biztonságban lehet használni ezt a kereszteződést. Valóban sok minden variáció szóba került, a körforgalom is például, de azt helyhiány miatt utasították el a szakemberek. Emlékszem, hogy egy nagyon-nagyon komoly stáb vonult ki évekkel ezelőtt a területre, én magam is akkor talán még alpolgármesterként részt vettem ezen a bejáráson, és akkor úgy tűnt, hogy ott körforgalmat kialakítani nem lehet. Vagy olyan írdatlan összeget kellene beleölni abba a körforgalomba, ami viszont nem indokolt, és hát a nagy valószínűséggel a közútkezelőnek erre nem is volt pénze, hiszen ott a posta miatt nagyon-nagyon sok infrastruktúra van a föld alatt, aminek az áthelyezése nem kis bekerülési költséget vonzott volna maga után. De én úgy gondolom, hogy ez a villanyrendőr teljesen megbízhatóan szolgálja a közlekedésünket. Azért azt is lehet látni, hogy a közútkezelő figyeli a forgalmat, hiszen aki mostanában jár, láthatja, hogy tette ki egy megállni tilos táblát is a templom oldalába, hiszen több alkalommal előfordult, hogy ott megálltak autók, és emiatt nem tudtak átmenni a zöld hullámon az autók. Természetesen, hát hogyha valami elkészül, az mindig vonz magával valami újabb lehetőségeket, ami továbbfejlesztésre szorul. Nyilvánvalóan a forgalom szempontjából figyelik valóban a közútkezelő szakemberei ezt a kereszteződést. Még bizonyos vezetékeket be is építettek az úttest alá, hogy pontos képet kapjanak arról, hogy hány gépjármű halad át itt a kereszteződésen, merre fordulnak, tehát nyilvánvalóan ezt elemzik, és akkor ennek alapján is egy jobb képet kaphatnak. Reméljük, hogy sokan megszokják, hiszen aki beérkezik a városba, már nagyon messziről lehet látni, tehát ezzel azt gondolom, hogy nincs gond, mint régen, hogy vagy villogott, vagy nem villogott a sárga fény. A másik...
Bocsánat, az mindig villogott, tehát ezzel nem volt semmiféle probléma, ott a közlekedők figyelmetlenségével volt a probléma elsősorban, vagy esetleg a KRESZ szabályok nem ismeretéről volt. Tehát eddig is én mindig hangsúlyoztam, hogy természetesen egy modernebb, felszereltebb kereszteződés az könnyíti és balesetmentesebbé teszi az áthaladást, az átkelést ezen a kereszteződésen, de ha mindenki tisztában a közlekedési szabályokkal, és be is tartja azokat, akkor baleset nélkül lehetett volna megúszni természetesen az ottani áthaladást. Ismerni kell a közlekedési szabályokat. Egyébként villanyrendőr ellenére is volt már koccanásos baleset ebben a kereszteződésben, valószínűleg figyelmetlenség miatt, vagy esetleg a szabályok nem betartása, vagy nem ismerete miatt. Hát reméljük, ezzel mindenki jobban oda fog figyelni. A baleset megelőzés számomra jelentette azt is, hogy a járdafelújítás folytatódott, hiszen azért nagyon sok olyan járda van itt a főtér környékén, ami már nagy megsüllyedt, tehát néhol járhatatlan volt, és ezt folytatja most az önkormányzat. Hát egyrészt a járdáknak a korszerűsítése ebből fakad, hogy nyilvánvalóan elhasználódnak ezek a felületek, és ezt mindenképpen pótolni kell. Másrészt mindenképpen célszerűnek tartom a 21. században egy olyan városközpontnak a kialakítását, ami a ott lakóknak is a kedvére válik, és az ide látogatók is azt mondhatják, hogy na, ez egy valóban városias város, tehát erre oda kell figyelni a mai világban. Én úgy gondolom, hogy nem vallunk szégyent ezekkel az új járdákkal. Ebben az évben is már három új szakasz építése befejeződött, Dózsa-György úton, a Szent István-Sugár úton a piac irányába, illetve a Püspökladányi úton, és ez folytatódni fog majd egyéb más forrásokból, mert ezeket a szakaszokat az önkormányzat a saját költségvetéséből fedezte. De akkor erre majd még vissza fogunk térni, amikor ez aktuális lesz. Viszont aki itt elmegy a főtéren, tulajdonképpen a főtér ékének nevezhetjük ezt a felújított első világháborús lovasszobrot, hiszen gyönyörűen megújult, ez is az önkormányzatnak köszönhető. Igen, tehát az első ilyen komolyabb beruházás ebben az évben az első világháborús szobornak a felújítása volt. Én úgy gondolom, hogy miután a jubileumi 100 évet elértük, és emlékeznünk kell az első világháborúra. A szobor is, illetve annak a talapzata, a lépcsőzete, a medence is olyan állapotban volt, hogy felújításra szorult, így mindenképpen célszerű volt ezt megcsinálni, és ez szép csendben zajlott, és valóban az egyik égköve lett a főtérnek. Ez a beruházás már elkészült, viszont vannak még olyan beruházások, amelyek itt a nyári szünetben is zajlanak, hiszen ilyenkor van szünet az óvodákban, itt lehet a két óvodában is munkátokat folytatni, az egyik a Szim óvoda, a másik pedig a Kinizsi úti óvoda. A nyári szünet sok mindenre jó, nem csak pihenésre, hanem átalakításra és természetesen felújításokra is. Hát annak ellenére, hogy nem a legkönnyebb anyagi helyzetben vagyunk, azért egy stabil költségvetést mindenképpen tartani kell, oda kell figyelnünk az intézményeink állapotára, és valóban két óvodában zajlik a felújítás, a Szim óvodában. Hál' Istennek egy plusz csoportszobát kellett kialakítani. Ez azt jelenti, hogy a gyermekek száma emelkedik, és lassan a befejezéséhez közeledik az ottani csoportszoba és kiegészítő helyiségeknek a kialakítása, és a másik óvodában pedig a konyha volt olyan állapotban, hogy megérett a felújítása, ez is folyamatban van. Egy másik nagy beruházás azonban valóban befejeződött, és egy barátságos mérkőzéssel a Karcag és az Újpest labdarúgói fel is avatták a műfüves pályát a Szent Annai Középiskola udvarán. Nagyon nagy élmény volt maga a mérkőzés is, és annak egy picit azért kikaptunk. Hát ez azt hiszem, hogy borítékolható volt, hiszen mégiscsak egy NB1-es első osztályú csapat vendégszerepelt Karcagon. Személyesen ott voltam a mérkőzésen, a karcagi fiúk nem vallottak szégyent, sok osztálynyi különbség van a két csapat között, de azt hiszem, hogy nem is az a lényeg, hogy mi lett az eredmény, hanem az, hogy egy olyan eseményen vehetünk részt, ami mindenképpen örömre ad
és bizakodásra ad okot, hiszen valóban elkészült egy 111x70 méteres műfüves nagypálya Karcagon, ami fontos nem csak számunkra, hanem a régió számára is, hiszen ilyen a környékben nem található, és hogyha a sok kitörési pont közül az egyik lehetőség nem csak a város, hanem az ottani oktatási intézmény számára is ez a műfüves pályának a megléte. Egyébként én úgy gondolom, hogy aki ezen a mérkőzésen részt vett, még nagyapa korában is emlegetni fogja, hogy annak ellenére, hogy kikaptunk az Újpesttől, én azon a mérkőzésen ott játszottam, vagy résztvevője voltam valamilyen formában ennek az eseménynek. Hát vagy pedig a mostani diákokat fogja elindítani egy olyan pályán, hogy igenis keményen meg lehet küzdeni a pályán, és esetleg ők is válogatottak lehetnek. Nem természetesen, lehet, hát ez mindegy inspiráció, egy ilyen alkalom. Örülök, hogy olyan személy is részt vett Szendrén József személyében az eseményen, aki karcagi származású, és ugye tudjuk a pályafutását többször volt válogatott, és a folyamatosan lépésről lépésre haladt a ranglétrán, végül is aztán egy spanyol élvonalbeli csapatba fejezte be a pályafutását. És hát reméljük a sok kis labdarúgónk közül, hiszen azért ott elhangzott a megnyitón, hogy nagyon sok fiatal sportolója van a Karcagi Sportegyesületnek, lesz hasonló. Hát ez is indokolta azt, hogy ez a nagy pálya elkészüljön, hiszen azért akármilyen állapotban van jelen pillanatban a magyar labdarúgás, hát nyilvánvalóan sokkal jobban szeretnénk, hogyha egy magasabb szinten játszanának a klubcsapataink is, meg a magyar válogatott is. Megjegyzem, a tavaly ilyenkor azért nagyon komoly eufóriában volt a Magyarország, hiszen olyan szépen haladt előre a magyar válogatott. És nagyon sok olyan pálya és odafigyelés és szakmai munka kell, hogy ez stabilizáljon, állandósuljon, sőt emelkedjen. És hát valljuk meg őszintén, a fiatalok, a gyerekek szeretnek focizni. Mi sem bizonyítja jobban, hogy a körülbelül 180 igazolt labdarúgónak a jelentős százaléka az 18 éven aluli, és a egészen alacsony fiatal korosztálybéliek alkotják a nagy törzs közönséget. Reméljük, hogy nagyon sokan lesznek azok, akik egy magasabb szinten fogják tudni képviselni Karcagot majd ebben a szép sportágban. Reméljük, ezt még nem tudjuk megígérni, csak reménykedni tudunk benne. Viszont beszéljünk az elmúlt hónapok rendezvényeiről, hiszen én most gyorsan összeírtam, tizen akárhány nagy rendezvény volt egészen a Majálistól kezdve, a kerékpáros versenyen át, a kézirató versenyünk és a szokásos nagy fesztiváljaink. Rengetegen látogattak városunkba. Hogyan értékeli, polgármester úr, elérték ezek a rendezvények a céljukat? Én biztos vagyok abban, hogy igen, hiszen ha sokan mennek el egy-egy rendezvényre, akkor az azt jelenti, hogy érdeklődnek az emberek, és érdekli az a bizonyos esemény azokat, akik oda látogatnak, és olyan esemény nem nagyon volt, ahol csak lézengtek volna. Tehát mindig egy komoly létszám vett részt a rendezvényeken, és valóban nagyon sok rendezvény volt. Tehát ha csak a május 1-től vesszük számba, akkor is több mint 10 nagy rendezvény volt ebben a városban, ami örömteli, hiszen ez is mutatja, hogy pezseg az élet itt nálunk. A legkülönbözőbbek, és nem is akarom felsorolni, mert véletlenül se szeretnék kihagyni egyetlen egyet sem közülük, de jó ezt látni. Egyrészt az, hogy milyen sokszínű a városban a kulturális élet és tevékenység, és azt is jó látni, hogy az emberek igénylik is ezt, és látogatnak ezekre a rendezvényekre, eseményekre. Azt gondolom, hogy azért az is fontos, hogy Karcag mindig megemlékezik a történelmi évfordulókról, jeles napokról, városi szinten. Erre is volt most két példa, a kulánküldözés áldozata, és emlékeztünk is, volt a trianoni megemlékezés is. Ezek is a kiemelt események sorába tartoznak, ez így van, egyetlen egy eseményről sem szeretnénk megfeledkezni. Az összetartozás napja, a trianonra történő megemlékezés, a mártírok napi megemlékezés, a kulák üldözésekről történő megemlékezés, ezeknek a sorába tartozik.
azt gondolom, hogy ez fontos, hogy ezen mások is részt vesznek, nem csak az önkormányzat tagjai szoktak ott lenni. Azért a nyárból még van jócskán, lesznek még rendezvények, ezekről azt gondolom, hogy már akikre tartozik, szervezik a nagymúlsági kulturális napokat és a többi olyan rendezvényt, ami ismét a várost érdekli. Természetesen, ez már dolgoznak a szakemberek ezeken a programokon. Azt szoktuk mondani viccesen, hogy amikor a birkafőző fesztivál befejeződik, ami egy kiemelt nagy rendezvény, és én úgy gondolom, hogy érdemes azért még erről is szólni, hiszen a legtöbb látogatót vonza ide a városba, és jó látni, hallani, érezni azt a szeretetet, ami érződik a ide látogatók részéről. Nagyon-nagyon sok pozitív véleményt lehetett hallani, és ez nyilván büszkévé és boldoggá teszi az embert, nem csak engem, hanem mindazokat, akik bármilyen formában dolgoztak például ezen a rendezvényen, és azt tudni kell, hogy itt nagyon-nagyon sok ember dolgozik, közel 1000 ember dolgozik a háttérben észrevétlenül, hogy ez a nagy rendezvény sikerrel záruljon. Nyilván mindig lehet valamit, és kell is valamit alakítani rajta, minden egyes rendezvényből tanulunk, hogy lehetne, mint lehetne másképpen csinálni, színesíteni, átalakítani, hogy még kényelmesebb legyen, még komfortosabb legyen, még több embert vonzon, még elégedettebbek legyenek azok, akik oda látogatnak. Nem könnyű, de hát ez a szakembereknek a feladata. És visszatérve az előző gondolatra, tehát amikor befejeződik a birkafőző fesztivál, mi már a adventi eseményekről is kell, hogy gondolkozzunk, tehát legalább egy 5-6 hónappal előre kell dolgozni ahhoz, hogy a műsorrend az megfelelőképpen meglegyen és rendben bonyolódjon. Azt kívánom polgármesternek, hogy a nyáron azért töltődjön föl, hiszen ahogy elmondta, rengeteg rendezvényünk lesz még a második fél évben is. Egy kis kikapcsolódást és jó munkát kívánok önnek a nyár hátra lévő részére. Köszönöm szépen. Hát én örömmel teszem ezt a feladatomat, már nem a pihenést, hanem a munkát, a pihenést is természetesen, de a munkát is, hiszen ez az egyik feladata a polgármesternek, hogy ezt koordinálja, ott legyen, részt vegyen ezeken, és hát nagyon-nagyon sok olyan rendezvény, esemény van még, ami ide kapcsolja például a testvérvárosokat. Tehát itt néhány eseményről beszéltünk, de gyakorlatilag úgy szépen a csendben, a háttérben az összes testvértelepülésünk megjelent. Tehát volt egy francia est, ahol a francia testvértelepülésről voltak, a birkafőző fesztiválon, a magyar lakta területről, tehát a Székelykeresztúri vendégeink, Bácskos útfelvi vendégeink voltak, vagy mondhatnám, a majálisan részt vettek a szepsi vendégek, és elmúlt hétvégén láttuk vendégülömet és a lengyel testvértelepülésről érkező delegációt. Komoly feladat, nagy odafigyelést igényel, és remélem, hogy ez mindannyiunkat erősít, és még jobban összetart, hiszen nagyon fontosak ezek a külföldi kapcsolatok is. A beruházásokról meg annyit, hogy természetesen örülünk minden egyes olyan dolognak, ami szebbé, korszerűbbé teszi a várost. Én akkor lennék a legboldogabb, hogyha úgy együtt tudnánk örülni a lakosokkal, és nagyon-nagyon boldog vagyok akkor, amikor valóban azt mondják az emberek, hogy de jó, hogy ilyen szép, de jó, hogy így alakul, úgy alakul, hisz azért nagyon büszkék lehetünk a strandunkra, a főterünkre és sok minden egyéb másra is. Persze mindig vannak olyanok, akik a kákán is csomót keresnek, ha fekete, miért nem fehér, ha kicsi, miért nem nagy, stb. Meg hát vannak olyanok is, akik bizonyos eredményeket maguknak tudnak be, tehát úgy gondolják, hogy nélkülük nem készült volna el. Természetesen ez nem így van, de minden jó szándékú, segítő ötletnek ötlete vevők vagyunk. Együtt kell dolgoznunk, együtt kell tennünk a dolgunkat azért, hogy a város egyre szebb és jobb legyen, és élhetőbb legyen, és minél büszkébbek lehessünk erre a településre.
Köszönjük szépen, és még egyszer jó munkát kívánunk önnek, és az önkormányzat minden képviselőinek is, és hát minden dolgozónak, aki a hivatalban dolgozik, hiszen nélkülük azért ezek nem mennének ilyen flottul. Természetesen, és remélem, hogy ki tudják pihenni magukat mind a képviselők, mind az önkormányzati intézmények dolgozói, hiszen egy nagyon komoly második fél év következik. Most kell feltöltődni, úgyhogy aki dolgozik, annak jó munkát kívánok, aki pedig pihen, annak jó vakációt. Kedves nézőink, most pedig az elmúlt napok fontosabb eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek, tartsanak velünk! Az őszi búza negyede már a tárolókban van, mondta a Magyarok Kenyere ünnepségén Kisúj szálláson Fazekas Sándor, földművelésügyi miniszter. Az országosan csaknem 1 millió hektáron termett őszi búza negyede már a tárolókban és a magtárakban van. Az idei termés átlag 5,2 tonna körüli lesz hektáronként, közölte a földművelésügyi miniszter szombaton Kisúj szálláson a Magyarok Kenyere program keretében rendezett búza begyűjtő napon. Dr. Fazekas Sándor, aki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Jász-Nagykun Szolnok megyei szervezete által rendezett program fővédnöke, elmondta, néhány éve még elképzelhetetlen volt ilyen mennyiségű és minőségű búzatermés, ezért köszönetét fejezte ki a gazdáknak, akik nélkül, mint mondta, nem lenne megoldható az ország kenyérgabona, takarmány és vetőmag ellátása. A búza begyűjtés a Magyarok Kenyere programban kifejezi a magyarság összetartozását, mondta az Agrártárca vezetője. A Magyarok Kenyere program 2011-ben indult Korinek László jogász professzor kezdeményezésére. Az összegyűjtött búzából készül augusztus 20-ára a Magyarok Kenyere, a megmaradt búzát és lisztet pedig a nehéz sorsú gyermekeket segítő alapítványoknak ajánlják fel. Az első évben a magyarországi és határon túli magyar lakta településekről összesen 10 tonna búza érkezett, az idén már a 600 tonnát is meghaladja majd az adományok száma. Huba Imre Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Jász-Nagykun Szolnok megyei elnöke elmondta, július 24-e és 27-e között a Kisújszállási Farkas Tamás egyéni vállalkozó telephelyén, illetve a Jászberényi Darás Keverő Kft-nél várják az adományokat a megyéből. Tavaly több mint 400 gazda ajánlott fel búza termésének egy részéből. Az eseményen kiosztott sajtóanyag szerint a Magyarok Kenyere Mozgalom keretében 2014-től rendeznek a megyei búza gyűjtőnapot. Az első helyszín a Nagykunságban Kenderes volt, azt követte a Jászságban Jászapáti, 2016-ban a Tiszazugban Kunszentmárton, a 2018-as házigazda pedig Abátszalók lesz majd. Miniszterként milyen érzéseket kelt önben az, hogy a magyar gazdák ennyit tudnak adni, és van miből? Felemelő érzés, hogy a magyar gazdák összefognak és búzát ajánlanak fel nehéz sorsú gyermekek részére. Ez egy olyan hagyománynak a továbbélése, ami erre a vidékre, a Nagykunságra, az Alföldre mindig jellemző volt, hiszen a földművelési gazdák az adományaikkal tartották fenn az egyházat, a gimnáziumokat, kollégiumokat, és a kor adott színvonalán működő szociális intézményeket is, melyeket, árvaházakat, öreg otthonokat. Régen is összefogtak, úgy építették föl, úgy tartották fenn ezeket a létesítményeket, és ma is látszik az, hogy több száz tonna búzát ajánlanak fel határon túli nehéz sorsú gyermekek részére, Börte Csaba szervezetein keresztül, a Börte Csaba által irányított alapítványon keresztül, például Erdélybe is nagy mennyiségű búza fog eljutni. A nyár legnagyobb érdeklődésre számot tartó tiszatavi rendezvénye a Tiszafüredi Halasnapok, amelyre idén is több ezren látogattak el. Ennek szombati napja hagyományosan főzőversennyel indul. A halászlé és halétel készítő versenyt második éve a Tiszatavi Sporthorgász Kft. Szervezi. Fél száz baráti társaság gondolta úgy, hogy július 8-a éppen megfelelő alkalom arra, hogy szabad tűzön készítsen halételeket. Alig néhány száz méterre a Tiszától, közvetlenül a Morotva partján. Az előkészületeket jelentősen megkönnyítette a Sporthorgász Kft., hiszen a cég nem csak a bográcsba kerülő hal alapanyagot, hanem például a sátrakat, székeket, asztalokat is biztosította. A nagyon vagy kevésbé titkos hozzávalókat, az elkészítés évszázados hagyományát a főzőcsapatok hozták magukkal. Ez a csapatépítés itt a barátokkal,
ismerősökkel, jó hangulat, jó idő, és jókat főzünk. A halfőző verseny nem feltétlenül a tétről, a győzelemről szól. A szervezők szándékai szerint inkább a hal, a halfogyasztás, az egészséges táplálkozás fontosságáról. No meg a Hungarikum mellett tiszai halászlé népszerűsítéséről. A gondolat az volt, hogy teremtsünk hagyományt. Teremtsünk egy olyan hagyományt, ami itt a Tisza partján összetartja az embereket. Tavaly 28, az idén több mint 50 bográcsban főzzük a halászlevet. Jó hangulatban, kedves emberek vannak itt, akik az ország különböző részeiről, Bajáról, Miskolcról, Balatonpartjáról, Hortobágyról jöttek ide és viszik. Reméljük a jó hírünket. Annak ellenére, hogy nem verseny, két számban azért mégis versenyt, méghozzá halálosan komoly versenyt hirdetett a szervező. Természetesen halászlé, illetve egyéb halételek kategóriájában. Így a darálásnak, fűszerezésnek, alapanyag feldolgozásnak mégis volt valamiféle tétje. Ennek is köszönhetően a hagyományos halászlé mellett olyan remek művek is készültek, mint a pácolt, füstölt pontyszeletek, vagy a nyúzott törpeharcsából készült paprikás. Jövőre már az egész ország legjobb halászléfőzőit várják a Tiszató fővárosába. Szepesi Tiborral, a 7-es számú egyéni választókörzet önkormányzati képviselőjével beszélgetünk. Milyen munkálatok folynak most az önkörzetében? Egész nyáron folytak a munkálatok, hiszen próbáltuk a környezetünket szebbé, jobbá varázsolni. Természetes, hogy nagyobb beruházásoknak is lehetőséget adott az idei nyár, és hát ahogy itt a hátam mögött is látszik, hogy az úttest elrongálódott szakaszai is jelen pillanatban kerülnek ki cserélésre, azok az aszfalt feltörések, elhasználódások, amelyek a hosszú hideg tél alatt ugye tönkre mentek, sajnos hogy elég sok helyen, hiszen nagyon hideg és nagyon csapadékos telünk volt. Most ezek az aszfalt részek kerülnek most kicserélésre. Elég sok helyen, hál' Istennek, lehetősége van az önkormányzatnak arra, hogy minden olyan aszfalt részt kicseréljen, megcsináljon, amely a szükségesét tesz, hogy biztonságosan lehessen közlekedni. Hány utcánt érint most a felújítás? Szinte az összes utcát érinti. Én azt gondolom, hogy nincs olyan rész, ahogy mondtam, a hideg tél miatt, ahol ne lenne elhasználódott útburkolati rész. Tehát azt gondolom, hogy teljes egészében lefedi a körzetnek azon szakaszait, amelyet cserélni kell. Milyen nagyobb beruházás volt még itt az önkörzetében most az elmúlt időszakban? Ugye a legfontosabb és talán a legtöbb családot érinti az az óvoda beruházás, hiszen egy újabb csoportszobával bővült a Szimovoda. Én azt gondolom, hogy így olyan lehetőséget teremt az óvodai nevelésre, fejlesztésre, amely eddig ebben a körzetben nem valósulhatott meg. Nagyon nagy létszámú óvodáról van szó, és azt gondolom, hogy ezeknek a fiatal gyerekeknek, az itt élőknek, a fiatal házaspároknak további lehetőséget biztosít majd az óvoda működése. És hát volt egy másik nagy beruházás is, ahol a műfőes labdarúgó pálya épült. Ez nyilván nem csak a körzetnek ad további lehetőséget az itteni középiskolának és általános iskolának, hanem azt gondolom, hogy az egész városnak, a Városi Sportegyesületnek további lehetőségeket biztosít. Ön ugye itt lakik a körzetben, a lakosok hogyan viszonyulnak most itt a műfüves pálya elkészítési iránt, illetve hogy most ilyen munkálatok folynak a körzetben? A műfüves pályát izgatottan várják, én azt gondolom. Nagyon sok itt élővel beszélgettem a nap folyamán, ugye folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, megállítanak, megkérdezik még a további elképzeléseink. Ugye fejleszteni szeretnénk a továbbiakban is, tehát várható, hogy majd egy öltözőépület és a kiszolgáló létesítmények is megépülnek a pályához. Fölmerült, ugye, hogy mi lesz a gyümölcsfák sorsa, szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy maradnak a gyümölcsfák, tehát nem kerül több gyümölcsfa kivágásra. Én azt gondolom, hogy azért ez a környezet, ami meghatározza a labdarúgó pályát, talán az országban nincs ehhez fogható. Ezt elmondta a Magyar Labdarúgó Szövetség képviselője is, hogy gyakorlatilag egy olyan szép környezetbe edzhetnek majd a labdarúgók, amely további inspirációt adhat számukra is. Tehát a gyümölcsfákhoz nem fogunk nyúlni. Körülbelül egy éve beszélgettünk itt önnel, akkor csatornatisztításokról volt szó, illetve új csatornát is építettek. Hogyan üzemelt most itt a nagy víz idején? Folyamatosan figyelni kell az árokhálózatot, a csapadékvíz elvezető hálózatot. Ugye a Sajó utcai nagyároknak a tisztítása, takarítása volt a tavalyi év egyik legnagyobb feladata, amely ebben az évben is folytatódott.
folytatni kell tovább, keresni kell azokat a lehetőségeket, azt gondolom, amelyek akár egy végleges megoldást is jelenthetnek. Gondolok itt arra, hogy majd betonelemekkel esetleg kibélelni az árok alját, hiszen bár jól működött ebben az évben, és nem voltak olyan fennakadások, mint az előző években, azért végleges megoldást mindenképp találni kell ezekre a problémákra. Köszönöm szépen, képviselő úr! Köszönöm én is! A mai verseny legidősebb indulója volt Kunmadarason Megyeszei Pista bácsi, aki a 90. évében jár, és nagyon-nagyon példát mutatott itt a fiataloknak. Igen. Hogyan csöppent ebbe a csapatba bele? Elnézést, 13. éve viszem ezt a hagyományt. És hogy alakult ki a csapat, hogy Pista bácsi köré alakult a csapat, vagy Pista bácsi csatlakozott a Marikáék csapatához? Legelőször Kiskunfélegyházán voltam, és ott meghallottam Barta László, kunmadarasi kunkapitány jó voltából, hogy én is mehetek arató versenyre. Tudok jó kaszálni, szeretem a kirándulást, egy évben egyszer kirándulok, most is az egyetlen egy kirándulásom ebben az évben még, nem is voltam semmerre. Hát nem vagyok társa a nyugdíjas klubnak, de attól függetlenül tisztelem a társaságot. Egyébként otthon is tetszik még kaszálni, tehát mondjuk az utcán a füvet, vagy inkább ez már csak ilyen évi egy alkalom? Én még mindig folytatom a családom belül, vagy a portámon belül, még mindig, ha kell, csinálom, folytatom a kaszálást. Bírom még nem sokáig egy folytába, mint ahogy az egészségem, ahogy megengedi. Csak úgy egy óra hosszát, vagy két óra hosszát, aztán utána lepihenek, és utána másnap folytatom tovább. De ez a rendkívüli kánikula idő, ez ködre játszott. Nem tudtam úgy folytatni, mint máskor. Egyébként, hogyha nem kaszálna, akkor is itt lenne a csapattal, tehát el is kísérni őket. Hogyha már nem tudna versenyezni, mert esetleg az egészsége miatt. Éppen, ha megérem, Jász Iván, ahogy hallottam, oda még, ha tudok, ha egészségem engedi, akkor még elmegyek. Akkor így legyen, jó egészséget kívánunk. Köszönöm szépen, és még úgy folytatom ott is, mint ahogy itt, hogy még fizikailag, még ha bírom, akkor kaszával megyek oda is. Így legyen. Köszönjük szépen, jó egészséget Pista bácsinak! Én is nagyon szépen köszönöm, hogy egészséget tetszett kívánni, de remélem, hogy a Jóisten segítségével még megérem. Francia testvérvárosunkban vannak itt vendégek, Perjési Zsóka fog nekünk segíteni a tolmácsolásban, előre is köszönjük. Mutassuk be nézőinknek a vendégeinket. Jean-Philippe Dothömer úr áll mellettem. Ő Longóváros nemzetközi kapcsolatokért felelős alpolgármestere, illetve Marie-Thérèse Vagrez, ő a Longóváros Európai Testvérvárosi Bizottságának igazgató tanácsi tagja. Egy francia estemmel vettünk részt, és megnézhettük, hogy ők milyen ételeket esznek, és miket fogyasztanak mellé. Viszont ők ma megnézhették a mi aratási versenyünket. Hogyan tetszett ez nekik? Hier, vous avez participé à la soirée française, où nous avons pu faire connaître un peu vos traditions et vos plats au peuple de Carthage, au peuple local. Aujourd'hui, vous avez pu regarder un peu nos traditions à nous. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc bonsoir à tous, je suis très heureux d'avoir été accueilli ici pour cette fête des moissons. Donc on sent très bien qu'il y a une marque pour conserver entièrement l'ancien art. Nagyon örül, hogy itt lehet ma közöttünk, és úgy látja, hogy nagyon régi hagyományokba tekinthettünk be, amelynek nagyon-nagyon örül, hogy részese lehetett. Náluk esetleg van valami hasonló? Est-ce que vous avez des événements, des programmes, des traditions un peu similaires à cela? On en a beaucoup moins parce que ça se perd de plus en plus. Il en reste un petit peu dans les campagnes vraiment reculées des villes. Au niveau des villes, il y en a beaucoup moins. Sajnos egyre kevésbé.
A városokban szinte alig látni már ilyet, kisebb falvakban még előfordulnak hasonló rendezvények, de sajnos egyre kisebb számban. A hölgyet kérdezzük már meg arról, hogy hogyan tetszettek neki ezek a népviseletek. Marie Tereskes, que vous pensez de la tenue traditionnelle? Génial. Jamais je n'avais vu ça et j'en suis très très contente. Mon voyage ici m'a fait beaucoup de plaisir et je reviendrai. Nem látott még hasonló népviseletet, gyönyörűnek találja. Zseniális, ha jól értettem, azt a szót használta. Pontosan ezt használta, igen. Nagyon szeretné, hogyha vissza tudna még jönni máskor is, és máskor is megcsodálni ezeket a csodás öltözékeket. Reméljük, hogy lesz még alkalma rá, és érezzék jól magukat Karcagon. Donc nous espérons que vous allez avoir l'occasion de revenir dans le futur également pour voir les traditions, les tenues, toutes les choses que nous avons pu regarder aujourd'hui. Nous vous souhaitons un très bon séjour pour les jours qui viennent. Merci beaucoup. C'est gentil à vous. Merci à tous et bonne fin de soirée. Nagyon köszönjük a nagyon kellemes fogadtatást és a csodás szervezést. Kellemes estét kívánunk mindenkinek. Smuta Zsoltal beszélgetünk, hiszen mi régen találkoztunk más több ilyen versenyen. Kik voltak azok, akik elindították ezt a hármas keretű versenyt, újraindították? Hát kapitánytársaim, akik 2005-ben egy kumodorosi rendezvényen találták ki, Simai János, aki már ugye nincs közöttünk, Barta László, Ván Jenő és Zámbori János. Tehát ők voltak így négyen kapitányok, akik egyrészt részt vettek azon a ominózus rendezvényen, és ott született meg ez a gondolat, hogy legyen ez hármas kereti előjellel, és azóta tulajdonképpen minden évben rotációban valamelyik Jászkunk kerületbe meg rendezésre kerül ez a verseny. Zsűri elnökeként azt gondolom, hogy nem volt egyszerű feladata mindenhol ott lenni és mindent egyeztetni. Mi volt a fő szempont, amit a zsűri társainak elmondott, hogy mire figyeljenek? Hát alap szempontok, ugye egyrészt a minőséget kellett pontoznunk, tehát idők nem voltak. Mondjuk az arató versenyen idő nincs, időkorlát nincs, tehát idős emberek vannak, tehát nem arról szól, hogy most ki hány perc alatt tud levágni 104 méter gabonát, inkább a minőségre, tehát bemutató jellegű ez a verseny elsősorban. A főzésnél ott gyakorlatilag ott is ugye az a korlát, hogy mikorra kell leadni. A süteményeknél, keltésztáknál például, tehát hozni kellett, kész termékeket hoztak a versenyzők, a pálinkát szintén ugye hozták, tehát itt ugye az idő eleve nem kerülhet szóba. Tehát alap szempontok azok, hogy balesetmentesen valósuljon meg ez a rendezvény, illetve hogy ezt itt jól is érezze magát mindenki. Tehát a virtus az mindenkiben benne van, ugye, hogy a versenyszellem az jelen van, de azt is tudják, hogy tehát nem életre halálra megy ez a küzdelem. Hát reméljük azért, hogy jövőre a 14. alkalommal is mindenki ott lesz, aki ma itt volt Karcagon, és hasonlóan jól sikerül a verseny. Hát nagyon bízok benne, tehát itt is azért üdvözítő volt azt látni, hogy egyrészt fiatal gyerekek is, vagy kiskorú gyerekek is voltak ezen a rendezvényen, másrészt olyan települések képviseltették magukat, akik még eddig nem. Tehát ebből volt több is, úgyhogy bővül mindig a kör, akik ezen a rendezvényen megjelennek, reméljük, hogy ez nem áll meg, folytatódik ez a hagyomány. Reméljük, így lesz, köszönjük szépen! Én köszönöm, és jó egészséget kívánok minden karcagi tévénézőnek! Szepesi Tibor a Déli Kulturális Központ igazgatójával így a verseny végén beszélgetünk már, hiszen azt gondolom, hogy picit megkönnyebbült, hiszen lement minden balesetmentesen, és azt gondolom, hogy sokan eljöttek. Ön hogyan látta belülről a versenyt? Érdekes volt mindenképp, hiszen bár valamilyen szinten láttunk már ilyen rendezvényt, igaz, hogy a tavalyi Kiskunfélegyházi rendezvény teljes egészében elmosta az eső gyakorlatilag, és csak néhány programpontját tudták megtartani. Tehát egy kicsit más volt azért belülről végigélni, végig szervezni és végig látni azt, hogy hogyan mozognak a résztvevők, mi az, amire egy kicsit másképp kell figyelni, amikor vendég az ember, és mire másképp, amikor rendező. De én úgy
úgy gondolom, hogy minden olyan feladatot sikerült megoldanunk, kollégáinknak megoldani, amely abba az irányba mutatott, hogy jól sikerüljön a rendezvény. Beszélgettünk francia vendégeinkkel, beszélgettünk Smuta Zsolttal is, mindenki azt mondta, hogy nagyon jól érezte magát, és Zsolt mondta azt, kapitány úr mondta azt, hogy annak is örül, hogy olyan csapatok eljöttek Karcagra, akik még soha nem versenyeztek. Igen, időben kiküldtük a felkérő leveleket, azt gondolom, hogy nagyon sok településre, és valóban többen elgondolkoztak azon, nyilván látva azokat a rendezvényeket, amelyek előttünk kerültek megrendezésre, volt arra idő, hogy fel tudjanak készülni, megszervezni a saját csapatukat, és igen, ahogy láttuk a névsort és az előző évek névsorát, nagyon sok olyan település átgondolta, ha nem is minden program pontja a rendezvénynek, de azért egy-kettőn részt vettek, és hát nyilván ez egy kis figyelemfelhívás a többieknek, és hogy nem kell minden programpontját teljesíteni a rendezvénynek ahhoz, hogy itt lehessenek, jól érezhessék magukat. Egy-két versenyszámban elindultak, legyen az népi étel, főzőverseny, vagy a pálinkák versenye, aztán legközelebb majd egy kicsit talán szélesebb spektrumban vesznek részt. És hát azt gondolom, hogy a karcagi sághoz hozzátartoznak a pusztai rókák is, akiknek éppen most kezdődött a bemutatója, ez sincs mindenhol. Igen, nagyon sokan érdeklődtek és várták már a program kiírása idején is, hogy mi lesz ez a bemutató, és ahogy itt végignézünk, hiszen itt zajlik a területen közben a bemutató, nagyon sokan vannak, és nagyon sokan nem karcagiak, hiszen valljuk meg, mi karcagiak láthatjuk őket több rendezvényünkön, de nagyon sok gyerek van, ők nyilván karcagiak, és nagyon sok idős, akik vidékről érkeztek a bemutatóra. Akkor egy mondattal, hogyha értékelni kellene, hogyan értékeli a mai napot? Minden tökéletes volt, kezdve az időjárással, a résztvevőknek a hozzáállásával, a szervezőknek a munkájával, úgyhogy én csak pozitívan tudom értékelni a mai napot. És reméljük, hogy a karcagi csapat azért megőrzi a mostani elsőségét, majd a 14. versenyen jövőre is. Természetes, hiszen az ő kedvükért is vágott bele a település, hiszen 12 alkalommal részt vettek az előző versenyeken, nagyon szépen és nagyon jól szerepeltek. Most hazai közönség előtt meg tudták mutatni. Zárójelben megjegyzem, hogy a hazai közönség előtt egy kicsit mindig nehezebben mutatkozni, hiszen sokkal jobban izgul, sokkal nagyobb az elvárás. Nekik sikerült, ehhez szívből gratulálok, és hát várjuk a jövő évet, hiszen meg kell tartani az első helyet. A 13 akkor szerencsét hozott Karcagnak, köszönjük szépen! Köszönöm én is! Mene Sándor, a pusztai rókák vezetőjével beszélgetünk, hiszen megint megvolt a látványos bemutató. Azt gondolom, hogy mindig örömmel jönnek Karcagra szerepelni, hiszen sokan érdeklődnek önök iránt, és úgy láttam, hogy új arcok is vannak a csapatban. Ilyen külön öröm számunkra, hogyha itt helyben is megtarthatjuk a lovasharci bemutatónkat. A csapatnak a zöme egyébként idevalósi, így jó érzés mindig tényleg, hogyha itthon bemutatózhatunk. A csapatnak a másik része az pedig a Dunakanyarból származik, és mindig velük szoktunk a nagyobb programokon, fesztiválokon fellépni. Így volt ez most itt Karcagon a 3-as kerületi kézi arató versenyen is. És hát az utánpótlás nevelése is fontos, hiszen azért az unokaöccsök mellett én új arcokat is fedeztem itt fel. Igen, a hagyományőrzésnek az a legfontosabb része, hogy továbbadjuk azokat a régi őseink által is éltetett dolgokat, amelyek működtették ezt a világot, illetve életben tartották a magyar nemzetet évszázadokon keresztül, és igyekszünk mi is ezt továbbadni, a lovas tudásunkat átadni azoknak a fiataloknak, akik fogékonyak rá, illetve azt a harci modort, amelyet őseink is alkalmaztak, és amellyel sakkban tartották úgymond egész Európát, illetve a nyugati világot. Sok fiatal érdeklődő van a csapatban, hál' Istennek, és most kezdik elérni azt a szintet, hogy már most harcosként lovon megállják a helyüket, és teljes értékűen használják azokat a fegyvereket, az íjat, a kelevészt, a szabját, a fokost, a kopját, a karikásostort, amelyeket harcos eleink is használtak a csatákban. Úgy tudom, hogy egy új programmal is hamarosan be fognak mutatkozni. Igen, van-e a csapatunknak egy új programja?
a fejezetek a magyar könnyű lovasság történetéből. Ez a honfoglalás korától a végvári időszakon keresztül a 48-49-es szabadságharc lovasainak a harcmodorát felöleli. Ezt elő fogjuk majd adni Bugacon az Ősök napján, amely egy nagyon nagy hagyományőrző találkozat. Azt lehet mondani, hogy a Magyarország legnagyobb hagyományőrző seregszemléje, több tízezer néző tekinti meg ezt a programot, és sok száz résztvevő van, több száz ló, úgyhogy ez egy tényleg nagyon nagy program, és nagyon örülünk neki, hogy a csapatunk az évek óta részt vesz ezen a hagyományőrző találkozón, és ezt az új bemutatónkat ott fogjuk megtartani, hát nem először, hanem harmadik alkalommal. És Karcagon mikor lehet ezt majd látni? Hát remélhetőleg majd a Kun hagyományok napján, bízok benne, hogy oda majd sikerül egyszer összetoborozni a csapatot. Általában a honfoglaláskori bemutatónkat azt 6-8 lóval, 4-5 segéddel tartjuk meg. Ezt az új bemutatót, amely több száz évet felölel, ezt 16 lóval és 10 segéddel szoktuk, tehát tényleg ez egy nagyobb, látványosabb program. Hát akkor reméljük, hogy összejön ez, akkor jövőre találkozunk Karcagon. Addig viszont nagyon sok bemutatót kívánunk Önöknek, hiszen azért a nyáron elég sok fesztivál és elég sok olyan rendezvény lesz, amelyen még képviselik a városunkat is, hiszen a pusztai lókák azért Karcagot is képviselik ilyenkor. Igen, igyekszünk mindig a Kunságot képviselni, amikor megjelenünk egy-egy fesztiválon, programon. Idén is azt lehet mondani, hogy nagyon sok meghívásunk van még. Holnap megyünk Szilvásváradra egy lovasnapra, ahol megtartjuk a bemutatónkat. Utána jövő héten Jászkísérre megyünk, majd Mezőpetribe, Bugacra, Esztergomba. Nyíregyháza Sóston lesz egy Mudi fesztivál, ahol színesíteni szeretnék a programot a bemutatónkkal, illetve úgy néz ki, hogy a csehországi Pardubicébe is kijut a csapat, amely Európa legnagyobb militári lovasversenye. Ez majd szeptemberben fog megrendezésre kerülni. Akkor várjuk innen is majd a beszámolót, és addig is sok látogatót és nézőt kívánunk Önöknek. Köszönjük szépen! Köszöntöm a kedves nézőinket, Dobos László polgármester úrral beszélgetek egy külső helyszínen itt a városban. Hol vagyunk egészen pontosan, polgármester úr, és mi történik most itt? A Karcagon vagyunk a Szivárvány úton és a Népszer vállalatnak a telephelyén, és nagy örömmel jelenthetem be, hogy megérkezett az első szállítmány Milánóból, a milánói pavilon bontása megkezdődött, a Kárpátok Alpok ZRT a kormányrendelet szerint elkezdte a pavilon bontását, és azt követően természetesen majd a rekultiválást, és az első szállítmány ide érkezett Karcagra, hiszen a kormányrendelet azt is kimondja, hogy Karcagon kerüljön ez felépítésre, és ennek megfelelően szépen folyamatosan, ahogy a bontás történik, a hazaszállítás után itt ezen a telephelyen kerül deponálásra. Mit lehet tudnunk, polgármester úr, egészen pontosan milyen elemek érkeztek most haza? Hát egyelőre úgy tűnik, hogy az első kamionnal a pavilon kiszolgáló helyiségének, az energetikai központnak az alkatrészei kerültek hazaszállításra. Hát ezek egy jókora vas daraboknak tűnnek, és hát tulajdonképpen annak a pavilon résznek a vázát alkották. Mit lehet arról tudnunk, körülbelül meddig fog tartani a hazaszállítás, és hány kamion érkezhet városunkba? Várhatóan olyan 40 darab kamionnal sikerül hazaszállítani az alkatrészeket, és én gondolom, hogy ahogy az építés zajlik, ez egy több hónapos munka, illetve a bontás nem építés, hanem a bontás zajlik, több hónapos munka. Mekkora beruházás lesz ez? Mit jelent ennek a nagysága a városunk számára? Hát egy óriási lehetősége számunkra, hiszen van egy Erzsébet ligetünk a strandfürdővel szemben, amivel nagyon-nagyon komoly terveink vannak a jövőt illetően. Ott egy szabadidős családi rendezvényparkot szeretnénk alakítani, természetesen megfelelő kulturális háttérintézményekkel. Ez a felépítendő pavilon például ezt a cél szolgálja, ennek egy része lesz. Köszönöm az interjút, és kedves nézőknek pedig elmondom, hogy a továbbiakban beszámolunk majd a munka folyamatokról. Köszönöm az interjút. Én köszönöm a lehetőséget.
Kedves nézőink, Háttér című magazinműsorunk külön kiadása következik, melyben Orbán Viktor miniszterelnök tiszakécskei beszédét vetítjük le önöknek. Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt Balogh család, tisztelt vezérigazgató úr, tisztelt polgármester úr. Írtam egy rövid kis köszöntőt, de az előttem szólók formabontó megoldásokat választottak, és én is csatlakozok hozzájuk, mert eszembe jutott néhány dolog, és azt gondoltam, hogy talán ezeket most itt elmondanám önöknek. Először is megragadott a kisfilm, amit mindannyian láthattunk, mert ravaszul azt a benyomást keltette, mintha egy gyárról szólt volna, meg egy kisvállalkozás történetéről, de ha alaposabban mögé néznek, vagy belegondolnak, ez Magyarországról szólt. Szóval így kezdődött ez 1990-ben, a kommunizmus után, innen indultunk. A garázsokból, a sufnikból, a jó ég tudja pontosan, honnan volt erő, a cihában valami maradék, szóval a semmiből kellett megindulni, és a semmiből jutott el Magyarország oda, hogy most itt állunk 30 évvel később, és egy ilyen gyárat adhatunk át. Úgyhogy megható és mindannyiunkról szóló film volt ez. A második dolog, amit szeretnék elmondani önöknek, a vezérigazgató szavaihoz kapcsolódik, és Ernő barátunkhoz vezet el bennünket, aki az önök városának polgármestere volt hosszú időn keresztül, és nekem régi bajtársam és harcostársam. És azt mondta a vezérigazgató úr, hogy minden segítséget megkapott, gondolom megkaptak, és megkapnak az itteni vállalkozók az államigazgatástól. Ez nagyon fontos mondat, mert azt meg kell értenie mindenkinek, és Ernő a jó példa erre, hogy ez lehetséges, hogy az államigazgatás nem arra való, hogy uraskodjunk, hanem arra való, hogy segítsünk azoknak, akik valami értéket akarnak előállítani. Aztán eszembe jutott az is, amit az előbb Tóth polgármester úr mondott, hogy 2000-ben is volt alkalmam itt megfordulni, amikor a milléniumi országzászlót átadhattam, és aztán voltam, 2000-ben az árvíz miatt voltam itt, és 2001-ben voltam a milléniumi országzászlókán, az 16 évvel ezelőtt volt. És most, ahogy jöttem ide a ipari területre, át kellett jönnöm a városon, és láttam, hogy 16 év alatt micsoda fejlődés történt itt. És akkor megnéztem a fölkészítő anyagot, amiben azt olvastam, hogy Tiszakécske volt azon nagyon kevés városok egyike, amely a 2010-ben visszatérő polgári kormány adósság konszolidációjában azért nem vett részt, mert nem volt adóssága. Az azért nagyon kevés városról mondható el, hogy abban a nagyon nehéz időszakban, ami 2002 és 2010 között gyötörte az országot, úgy élt túl, sőt úgy fejlődött, hogy közben nem adósította el a jövőjét, és nem számított arra, hogy majd egyszer valaki más kihúzza a bajból. Önök is tudják, hogy ez a néhány település, amelyet nem kellett az adósságából konszolidálni, azok cserébe a jó gazdálkodásért viszont kaptak néhány 100 millió forint fejlesztési forrást, ami ide Tiszakécskére is reményem szerint megérkezett. Tehát nem csak ígértük, hanem meg is érkezett. Ez jó hír. Nem mindig van ez így, de most ez jó hír. A harmadik dolog, vagy talán a negyedik, ami eszembe jutott, hogy végül is egy tipikus alföldi kisvárosban vagyunk, és ha az ember belegondol, ismerve néhány ilyen várost, akkor fontos az itt élőknek, hogy tudják, hogy ezek Magyarország legerősebb és leggyorsabban fejlődő közösségei. Vannak nagyvárosaink, persze meg vannak falvaink, ott is tudnék jó példákat mondani, de az a település típus vagy együttélési típus, amit alföldi kisvárosnak lehet nevezni, úgy tűnik az elmúlt 30 év fényében, hogy ez a legerősebb és leggyorsabban fejlődő településforma és közigazgatási forma Magyarországon. Úgyhogy az ilyen kisvárosokban szerintem nagy jövő van. Aztán az is eszembe jutott, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy lehet, hogy Tiszakécskén csak 16 évvel ezelőtt jártam, de a megyében azért megfordultam az elmúlt időszakban néhányszor. Tipikusan akkor jöttem mindig ebbe a megyébe, amikor bajba voltunk. Ugye ez a megye, ez a polgári nemzeti keresztény erőknek egy nagy hátországa. Beszéljünk egyenesen. Ha valaki megnézi 1990 után a választási eredményeket, ahogy azt magunk között szoktuk mondani, olyan sok elhajlást nem tapasztalunk. Tehát itt folyamatosan a polgári, nemzeti és keresztény értékek nevében föllépő erők kapták meg a bizalmat, függetlenül attól, hogy éppen milyen pártnak nevezték.
de ez a világ mindig határozottan értékekre szavazott. Ebből az is következik, hogy amikor bajba voltunk, és én személy szerint voltam azért már néhányszor bajban a pártommal együtt az elmúlt 30 évben, akkor mindig ezekre a nehéz helyekre kellett, biztos helyekre kellett visszahúzózkodni, itt kellett újra a kapcsolatokat építeni, és innen kellett újra föltölteni az akkumulátorokat, és ez a megye nekünk mindig sokat segített, amiért hálás vagyok, és most tisztelettel köszönetet is mondok. Ezért bár családilag nem ebből a megyéből származom, nem ide tartozom, azért van valamilyen tudásom az itt élőkről, és hogy nézem ezt a mostani gyárat, gondoltam, talán ezt is elmondanám, hogy ez egy kivételesen erős helye, ez a megye. Kivételesen erős helye Magyarországnak. Itt olyan fajta emberek laknak, akiket úgy tudok leírni, hogy ha elnyomják őket, akkor túlélnek. Ha hagyják, akkor boldogulnak. Ha segítik, akkor meg szárnyalnak. Nagyjából ennek a bizonyítékát láthatjuk most itt magunk körül. Ha hagyják, boldogul, ha segítik, akkor pedig kivételes teljesítményre is képes az a fajta közösség, amely az elmúlt 1000 évben mindenfajta történelmi viharokon keresztül itt megvetette a lábát, és ma is megvan. Szeretnék ehhez gratulálni önöknek. Tisztelt hölgyeim és uraim, ezek után elmondanám a köszöntő beszédemet, ha megengedik. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, először is azt szeretném elmondani önöknek, hogy ez nem csak a város számára fontos esemény, ahol jelen vagyunk, hanem az egész ország számára is. Ezért is tartottam fontosnak, hogy a magyar kormány elfogadhatóan magas szinten képviselje magát a mai eseményen. Három ok miatt fontos a kormánynak mindaz, ami ma itt történik. Először is azért, mert egy olyan ipari létesítményt adunk át, amely volumenével is meghatározója a magyar nemzetgazdaságnak. Tehát ez már szabad szemmel is látható ipari termelési eredmény lesz, ami ebben a gyárban létrejön, tehát a teljes nemzeti össztermék szempontjából sem közömbös. A második ok, hogy egy családi vállalkozás valósította ezt meg. Sokfajta vállalkozás van a világon, teleírtak könyvtárnyi irodalmat arról, hogy melyik vállalkozási forma a legsikeresebb. Szerintem a legtöbb könyvet arról írták, hogy a családi vállalkozások állnak legstabilabban, hosszú távon is a lábukon. Ha megnézzük Észak-Olaszországot, ha megnézzük Bajorországot, ha megnézzük Németország sikeres területeit, persze mindenhol vannak hatalmas nagy nemzetközi koncernek, de azt fogjuk tapasztalni, hogy a gazdaság stabilitását valójában a családi tulajdonban álló vállalkozások adják. Meggyőződésem, hogy Magyarország számára is ez a jövő útja, ezért a magyar kormány számára minden sikeres családi vállalkozás különösen fontos. És a harmadik ok, amiért fontos ez a beruházás Magyarország és így a kormány számára is, az pedig az, hogy ez egy mezőgazdasághoz kötődő vállalkozás. És az igazság az, hogy persze sok mindent kitanultunk mi az elmúlt 1000 év során, értünk is néhány dologhoz, atombombát is föl tudtunk találni végül is, hogyha erről volt szó, de azért amihez igazán értünk, ami a génjeinkben van, amit apáról fiúra adunk át, az mégiscsak a mezőgazdaság. Ehhez értünk a legjobban, ennek a magas szintű nemzetközi művelésére vagyunk leginkább alkalmasak, ezért minden olyan vállalkozás, amely a mezőgazdasághoz kapcsolódik, és a mezőgazdaságból jövő tudást transformálja, alakítja át ipari tudássá, alakítja át kereskedelmi tőkévé, az különösen fontos számunkra. Tehát minden beruházás fontos, de a mezőgazdasághoz kötődő ipari beruházások kiemelt figyelmet élveznek a mi esetünkben. Ráadásul ugye van egy adottsága is a magyar embereknek, hogy akkor érzi jól magát a bőrében, akkor érezzük jól magunkat a bőrünkben, hogy ha az élelmiszer, amit kiválasztottunk, arról pontosan tudhatjuk, ez a magyar földből származik, és magyar ember munkájának eredményeképpen került az asztalra. Nem tudom miért, de valahogy a magyar ember számára ez egy fontos szempont. Azt hiszem, hogy ez inkább előny a jövőt illetően. Remélem, ilyen nemzet és ilyen szokásokkal élő közösség maradunk. Ezek után szeretnék külön gratulálni a házigazdánknak, Balogh László úrnak, mindahhoz, amit a kisfilmben láthattunk. A számokat már elmondták, a méreteket mindannyian hallhattuk és ismerhetjük. Én csak arra szeretnék rámutatni, hogy ez a vállalkozás valószínűleg annak köszönheti a sikerét, hogy sohasem ijedt meg a saját árnyékától. Tehát sosem visszavonult, sosem megtorpant, hanem mindig inkább a jövő útjait kereste, és ha lehet, akkor előre lépett, és a folyamatos fejlesztések révén jutott el oda, ahol most tart. Szeretnék gratulálni ahhoz, hogy átlépték az országhatárokat. Szerintem egy sikeres mezőgazdasági vállalkozás hosszabb távon akkor tud megállni a lábán, hogyha
nem csak a magyar piacra termel. Az a szám, amit hallottunk, hogy a kisipari tésztatermelés vállalkozásai közül hány tűnt el egyszer csak, és milyen kevesen maradtak talpon, az szerintem összefüggésben van azzal is, hogy ma már egy ilyen iparágban, ha nem tudsz kilépni a nemzetközi piacra, akkor Magyarországon sem tudsz talpon maradni. Ez nagy lecke, nagy tanulság, és gratulálok Balog László vezérigazgató úrnak, hogy ezt a fölismerést magáévá tette, és volt bátorsága nem csak a környékbeli országok piacaira, hanem, mint hallhattuk, a világ következő néhány évtizedének legnagyobb piacát jelentő kínai piacra is kilépni. Szeretném bejelenteni, hogy mi örömmel vennénk, ha támogathatnánk a továbbiakban is az itt megvalósuló fejlesztéseket, különösen a technológiai fejlesztéseket. A helyzet az úgy áll a magyar gazdaságban, tisztelt tiszakécskeiek, hogy ma már munkanélkül ebben az országban alig van. Biztosan akad ugyan, de főszabályként, aki akar dolgozni, az talál magának valamilyen munkát. Ma már a fejlődés nem az újabb és újabb munkahelyek létrehozásában van, hanem az újabb és újabb, nagyobb fölkészültséget és technológiai tudást igénylő munkahelyek létrehozásában van. Az előttünk álló évtized már nem a munkába állók számának növeléséről szól, mert a munkanélküliség 4% környékén van, 3,5%-nál ez már teljes foglalkoztatásnak minősül, hanem a dolgozók fölkészültségének és tudásszintjének és az általuk használt gépeknek technológiai színvonal emelkedése jelentheti a jövőt. Ha itt ilyen beruházások lesznek, akkor kérem Balog vezérigazgató urat, hogy bátran forduljon hozzánk. Tisztelt hölgyeim és uraim, azért is fontos ez a mai beruházás, mert az elmúlt időszakban, különösen a 2008-as gazdasági válság idején minden európai nemzet megtanulhatta, hogy csak akkor nem borul föl, akkor nem dől el, hogyha két lábon áll. Kellenek külföldi beruházások, ezekre mindig szükség van. Világgazdasági korszakban élünk, jó, hogyha tőkeberuházások jönnek külföldről Magyarországra, termelőüzemeket hoznak létre, de ez csak az egyik lábunk, a másik lábunk az pedig a magyar tulajdonban lévő vállalkozások és tőke lehet. Ha megvan mind a két lábunk, és ott nagyjából azonos erőben vannak, akkor a magyar gazdaságot nem lehet fölborítani. Ha azonban nem fordítunk figyelmet a magyar vállalkozásokra, a magyar tőketulajdonosokra, a magyar befektetőkre, akkor lehet, hogy rövid távon minden jól néz ki, de az első fuv alatt fölborítja a magyar gazdaságot, mint ahogy 2008-ban egyébként fel is borított bennünket. Tisztelt hölgyeim és uraim, végezetül szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki ennek az üzemnek a létrehozásában részt vett. Valahogy így képzeltük el mi is a jövőt, már 1990-ben is, de 2010 után pedig különösen, hogy magyar emberek ötletéből magyar tervezők, magyar építők, magyar embereknek építenek gyárat, ahol magyar munkások dolgoznak, és a magyarok számára szállítanak elő kiváló terméket. Ez egy ilyen történet. Mindenkinek szeretném fölhívni a figyelmét, hogy ne feledkezzünk meg arról a filmről, amit láthattunk. Sose felejtsük el, hogy honnan indultunk. Akármilyen sikeresek is ma a magyar gazdaság számai, akármennyi sikeres vállalkozót is látunk magunk körül, azt kérem önöktől, hogy mindig becsüljük meg magunkat, és mindig emlékezzünk vissza azokra az iszonyatos erőfeszítésekre, mivel 10 körmünkkel kivakartuk magunkat abból a csődből, ahova a kommunista rendszer egyébként a jobb sorsra érdemes Magyarországot taszította. Tisztelt hölgyeim és uraim, ehhez a sikerhez, ehhez a nagy történethez gratulálok Balog Lászlónak, és azt kívánom a városnak is, és Bács-Kiskun megye többi településének is, hogy még sok ilyen alkalom legyen, ahol összejöhetünk újabb és újabb magyar kézben lévő, magyar tulajdonban lévő, magyarok által működtetett gyárak átadására. Köszönöm, hogy meghallgattak, hajrá Magyarország, hajrá magyarok! Kedves nézőink, már megköszönjük megtisztelő figyelmüket, maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik a Karcag Televízió adása. A jövő heti viszontlátásra mindenkinek, és kellemes nyarat kívánunk!